Én és a hercegem, második rész. A királyi esküvő. Rajtam korona. Anyu, leteszem, futok az előadásra. Szeretlek. Szia. A legfontosabb tényező minden esetben a betegünk. Ma egy ifjú önkéntest fogunk megvizsgálni, bizonyos Lars Jensen urat. 11 éves. Mellkasi fájdalom. Kiütés a hasbőrén. És köhögés. Ötletek? Bakteriális tüdőgyulladás. De a kiütés miatt lehet bárányhüllő is. Örülök, hogy megtisztel minket, Miss Morgan. Nincs kedve megnézni közelebbről. Már is megyek. Szia, Lars. Jó napot. Lássuk azt a kiütést. Doktor úr, volna szíves adni egy törlőkendőt és egy kis alkoholt? Hát hogyne. Köszönöm szépen. Ez lehet, hogy hideg lesz. Hú, ez nem más, mint súlyos, vírusos arcpirosító. Elcsortad anyus fénykészletét. De a mellkasom az igazán fáj. Tényleg? Igen. A szívem fáj, érted, Paige Morgan? Na jól van, okos tojás. Gyerünk, tűnés innen. Sikerült, sikerült! Láttam az új királynőmet. És bombázok! Hé, te bombázó! Nagyon vicces. Figyelj, összejövünk néhányan a szobámban tanulni ma este. Nem akarsz eljönni? Ma nem tudok. Dániel Vóra? Randi Edvárddal. Randi? Aha. 3 hét múlva összeházasodtok. Igen, de tudod, mostanában összejött a suli, meg az esküvői tervek, és sosem tudtunk kettesben lenni. Ezért randiznotok kell. Mm. Szia, holnap találkozunk. Szia. Szia. Oh! Soren! Attól tartok, a hatásköröm erre nem terjed ki. Soren maga mit keresít? Hol van Eddie? Sajnos nem tud elszabadulni a parlamentből, kisasszony. Oh, már megint. Attól tartok. Elnézését kéri, valamint egy esőnapot, úgy mondják, igaz? Soren. Igen, kisasszony? Nem erre kell menni a palotába. Egy kis kitérő, ha nem haragszik. Néhány iratot még alá kell írnia. Nem tart sokáig. A keleti szánkkal legyen szíves. Jó, megyek. Vonzódnak hozzád. Ezt hogy csináltad?
Befogtam az összes nagy kék pillangót Európában. De látod, maguktól is eljöttek volna. Tudod, azt mondják, hogy ha megfogtál egy pillangót, kívánj egyet és engedd el. És a pillangó elviszi a kívánságodat az angyalokhoz. Ez igaz lehet, mert az én kívánságom teljesült. Palotából élőben nyilatkozik ő felsége Rosalind és Harald, Paige leendő királynő és Edward király. Királyfelség, igaz, hogy önök az egyetemi laboratóriumban találkoztak? Igen, azt hiszem mondhatjuk, hogy ez egy kémiai reakció volt. És elégedett azzal, ahogy Paige alkalmazkodik új szerepköréhez? Teljes mértékben. Vállalta, hogy királynő lesz, és közben még orvosnak is tanul. Ez nagyon szép teljesítmény. És mi a legnagyobb kihívás az ön számára, Miss Paige? A nyelvtanulás. Úgy értem, a dán nyelv igazán gyönyörű. De egy kezdő tanuló számára nem könnyű. Nagyon szeretném jól beszélni a nyelvet. Düpli hödi flőne. Megtanulok dánul hamarosan. Edward király valahol Norvégiában. Alig 3 hét múlva egybe kelnek. Élő közvetítést adunk mi. Harald megőrült. Ez a lány egy közönséges kis szerencsevadász. Én nem adnám össze a fiammal. Emiatt nem kell aggódnia, uram. Egy, önnek nincs is fia. És kettő, annyi vagyona van, amennyi az aranytömés a fogában. Én Norvégia hercege vagyok, harmadfokon, és nem tűröm, hogy gúnyolodjon velem. Igen, királyi felség. Én csak egy egyszerű könyvelő vagyok. Nos, azt állítja Henrik, hogy jelenleg likviditási gondjaim vannak? Mondhatjuk, hogy ön teljesen fizetésképtelen. Becsődött. Tönkrement. Elég, elég. Ha csak egy fokkal közelebb állok a trónhoz, nagyon-nagyon gazdag lennék. De attól még nem lenne nagyobb szerencséje a lóversenyen sem a... Henrik, nem azért hivattam, hogy felidézzük a múltbéli botlásaimat, hanem azért, hogy megmutassam ezt. És ez mi? Ez a megoldás. Nem. Hát csaltál, na várjál, mit elkaptak. Hoppá! Nem inkább reménytelen. Királyi felség, hercegnők, hozhatok valamit inni? De még mennyire? Elevedünk egy üveg 83-as Chateau Margaux-ért. Már is hozom. Lát, mit ünnepelünk? Semmit. Csak szomjas vagyok. Elnézést! Elnézést, én inkább egy sört kérek. Egy pohár csapolt sört. Köszönöm szépen. Á, igen, ez az, tessék, íme egy igazi dán. Én is egy pohár sört kérek. De mi maradunk a Margaux-nál, igaz, drágám? Edward, eljössz velünk a monakói futamra az idén? Nem, az idén nem megyek, más dolgom van, például uralkodom. Ó, te szegény. Igen, én szegény. Hát akkor nem látod többek között, hogy bontja kedvenc hercegnőd a pesgőt, és adja át a bajnokoknak a fődíjat. Carmella, csodálom, hogy nem unod még ezt a díjátadást. Jaj, hagyd már. Kérlek, Paige, mondd, hogy legalább te eljössz. Én semmilyen versenyre nem megyek az idén. Majd könyvtárba járok, hogy átmenjek a vizsgán. Na látjátok, ezért szeretem. Gabi, lehet, hogy Monakóba pezsgő helyett sört bontok majd, és divatot teremtek. Ja, ó, ez jó ötlet. Hol az a bor? Erre inni kell? Képzeld, kicsi koromban rettegtem ezektől a szobroktól. Azt hittem, figyelnek engem, és ha rossz vagyok, ellátják a bajomat. Nem értem miért. Olyan barátságosak. Nos, anyám úgy gondolta, attól félek, hogy... nem felelek meg az ősök elvárásainak. Azt hiszem, ebben van némi igazság, elég szigorúan tekintenek rám. Vajon mit mondanának rólunk? Mit mondanának? Azt mondanák, Edward, te megfogtad az Isten lábát. És sárgulnának. Érted? Sárgulnának. Ez vicc volt. Hűha! Ezt majd juttasd eszembe, ha megpróbálnék dánul viccelődni.
látod, ezt szeretem. A boldog mosolyodat. Szemben a boldogtalannal? Nem, szemben az igyekvős mosollyal, a diplomata mosollyal, a... Te most engem utánzol? Igen. Szívélyes, magabiztos. Orcimpa enyhén kitágult. Hát úgy látom, elég jól ismersz. A virágossal beszélni kell. Jóvá kell hagynod az asztaldíszeket. Lehetne holnap a biológia órám után úgy 3-kor? Jó. És a Szabó szeretne egy végső esküvői ruhapróbát. Jaj, a holnap 9 mégsem jó. Anatómia gyakorlat lesz, epehólyagot boncolunk. Nagyszerű. Mi az, Soren? Rosalind királynő, Miss Page. Elnézést a zavarásért, de Albert norvég herceg a könyvtárban van. A miénkben? Albert most? Igen, asszonyom. Nem jelentkezett be, de azt mondja, hogy sürgős ügyet kell megbeszélniük. A királyő felség és Edward már elindultak. Köszönöm, Soren, én is mindjárt oda megyek. Albert és Harald együtt jártak iskolában. Tehát egy régi barát. Ó, nem. Albert mindig csak irigykedett ránk. Akkor most mit keres itt? A sürgős ügy rendszerint azt jelenti, hogy kölcsön kérni jön. Albert? Felséges asszony, csinos, mit mindig? Harald. Albert? Nyilván emlékszel Edwardra. Hát persze. Emlékszem, amikor sakkozni tanultál. Mennyire féltetted a királynődet? Most király vagy? Milyen furcsa az élet, nem igaz? De... És... Elég a fecsegésből. Mennyi pénzre van szükséged, Albert? Harald, ez rosszul esett. Nem pénzt kérni jöttem. Milas Kanla? Bigös? Törvényre épül az ország. Ez egy eredeti másolat a jütlandi kódexből. Vordingborg városában hirdették ki 1241-ben az egyik legfontosabb középkori dokumentum. Ismerjük a jütlandi kódexet, de mi okból kellett ide cipelned? Ha egy fiú nőtlenül lép trónra, nemes hölgyet kell nőül vennie a királyság védelmében. Amennyiben ilyen hölgy létezik, a király házastársul kell vegye. Vagy különben, mondjon le királyi hivataláról. Ez valami tréfa. Nem tréfa. Történetesen... Az én lányom Kirsten hercegnő pontosan olyan nemesi származású hölgy, aki megfelel a trónöröklési törvénynek. De ezt a törvényt a középkorban írták. Éppen olyan idejét múlt, mint az erényöv. De sohasem került módosításra. Ennél fogva a dán alkotmány szerint érvényes. Edward, csatlakozz Pécshez a szalomban, amíg mi hárman tisztázzuk ezt a helyzetet. Ez nevetséges. Bocsánat, uram, nem hallottam, hogy jön. Nem ártana gyakorolni a hallgatózást, Soren. Igen, uram. Elnézést, uram. Szeretné, ha most gyakorolnám. Kitűnő ötlet. Köszönöm, uram. Edi, biztos, hogy nem kell aggódnunk? Egészen biztos. Képzeld csak, a norvégok a lapokban csak úgy emlegetik Albertet, hogy a királyi balfék, és hidd el, rászolgált erre a címre. És Kirsten a lánya, mennyire ismered? A legjobb barátom volt kiskorunkban. Uh-huh. És milyen? Helyes lány. Ó, úgy érted, hogy milyen a külseje? Hát, őszintén szólva, mindig is egy kissé... molett volt. Ezt nem csak azért mondod, hogy megnyugtass? Nem. Pécs, figyelj, 3 hét. És elvehetem a legizgalmasabb és legszebb viszkonzini lányt. És nincs törvény, nincs az a budgyant főrend, aki ebben megakadályoz. Érted? Helyes.
Soren, ez a magáé. Köszönöm, kisasszony. Soren, mi a baj? Miből gondolja, hogy baj van, uram? Mert mosolyog. Nos, épp most kaptam egy rózsát. De olyan fura az arc kifejezése, amióta idejött. Albert még itt van? Nem, már távozott. A repülőtérre ment. Hát ez nagyszerű, de mi a gond? A lányáért ment a repülőtérre. A hercegnőért. Különös, hogy egy ózsdi törvény hirtelen ilyen fontos lett. Itt Dániában betartjuk a törvényeket. Anyám, ez nem törvény, hanem egy félnótás képzelgése. Noha a rendelkezés egy kissé elavult, sajnos még érvényes. Mindennek, amit ezek után teszünk, hatása lesz a család és az ország sorsára. A dán jogászok a világ legjobbjai, meg fogják találni a megoldást. A megoldás az, hogy elveszem Pécst. Hát persze, hogy elveszed. És mi édesapáddal mindent el fogunk követni ennek érdekében. És Albert azt mondta, hogy a sajtóval nem közli. Így van időnk, hogy keressünk egy hogy is mondják, kiskaput a törvényben. És addig mi a teendő? Tovább készülünk az esküvőre. A külvilágra annyi tartozik, hogy Albert norvég herceg nálunk vendégeskedik a lányával. Vajon Kirsten tud az apja őrült tervéről? Mert ha igen, szerintem úgy sem megy bele. Edward, Paige, meg fogjátok látni, hogy bármilyen népszerűek vagytok, lesznek ellenségeitek is. És mi bármilyen helyzetben csak azt tehetjük, ami a népünknek jó. Megjött Kirsten. Köszönöm, hogy üdvözöltek. Eddie, tudod, ez a nő egy cseppet sem molett. Edward! Isten, alig ismerlek meg. Hát, közben eltelt 9 év. Hogy vagy? Remekül. A hölgy Paige Morgan, a megasszonyom, ő pedig... Paige! Alig vártam, hogy megismerhesselek végre az amerikai lányt, aki ellopta Daniel szívét. Én is őszintén örvendek. Jaj, kérlek, igyekezz, Kirsten, ki akarok csomagolni, és éhes is vagyok. Ráértek nosztalgiázni. Elnézést. Nos, Paige, muszáj lesz majd összeülnünk. El akarom mesélni neked, Edward, mindenki, a gyerekkori kalandját. És veled is. Lesz miről beszélgetnünk, igaz? Biztosan fogyózott. A laterális mellkasfalhoz csatlakozó bőridegágak honnan erednek? Borda közi idegből. Nagyon jó. Csak azt nem értem, hogy miért akart Kirstennel egyedül vacsorázni. A magzatfejlődés során a felső végtaghoz tartozó végtagrügy mintegy 90 fokban rotál. Milyen irányba? Laterálisan. Azt mondta, hogy sokkal közvetlenem, ha nem vagyok ott. Igen. Igaz, hamis. Minden cervikális csigolya kettős nyúlvánnyal bír. Hamis. Bárcsak ne festene úgy, mint egy szupermodell. Talán térjünk át a dán nyelvtanra. Bocsánat. Sosem mentegetőzzen. De ha mondhatok valamit, Miss Page, nincs oka a féltékenységre. Nem vagyok féltékeny. Miért lennék féltékeny egy gyönyörű, szőke norvég hercegnőre? Nos... Ha a véleményem bármi igazt jelent, őszintén szólva, hogy is mondják ezt önöknél? Simán lenyomod a spinét, bébi. Jó. Nézd, Edward. Tudnod kell, hogy szörnyen szégyellem magam az apám viselkedése miatt. Hát nos... A mennyasszonyod most azt hiszi, itt a boszorkány, aki kitúrja innen. Nem, dehogy. Én megmondtam, hogy te biztosan nem támogatod a tervet. Akkor nem is utál? Nem. Nem, sőt, úgy gondolom, hogy jól kijönnétek egymással. Helyes lánynak tűnik. Az is. Különben hogyan csípett volna meg egy ilyen fickót? Nos, nagyon hízelgő, hogy ezt mondod. Rég nem láttalak. Igen, bizony.
Az jutott eszembe, amikor itt töltöttem a nyári szünetet. Azt hiszem, 8 éves lettem, és te körülbelül mennyi? Én nagyjából, 10? Igen, 10. Határozottan emlékszem, hogy bementem a szobádba, és megkérdeztem, hogy akarsz-e játszani. Te rám néztél nagyon komolyan, és azt mondtad. Kirsten, nem vagyunk már gyerekek? Nem kérjük, hogy csak úgy játszanak velünk, hanem megmondjuk, hogy mit akarunk. Igen, emlékszem. Kibírhatatlanul akkurátus voltál. Köszönöm. Ugyanakkor te voltál az egyetlen fiú, aki nem csúfolt hájasnak, és ezért mindig hálás leszek. Hát, a gyerekek sokszor kegyetlenek. Bár szó, ami szó, elég duci voltál. Már megbocsáss, de akkoriban te sem voltál ilyen jóképű. Figyelj, Edward, segíteni akarok. Remélem, ezt tudod. Igen, tudom, és nagyon köszönöm. Örülök, hogy újra látlak. Én is. Egészségedre. Egészségedre. Szia, anyu, én vagyok. Gondolom, csak most ébredeztek. Én most fogok elaludni. Csak annyit akartam mondani neked, hogy... Minden rendben, és nagyon várlak benneteket. Aput pusztítom. Pécs, úgy örülök, hogy szóba állsz velem. Apám bolondot csinál magából. Sajnálom, hogy ekkora cirkuszt rendez az esküvőtök előtt. Kérdeztetek valamit? Hát persze. Miért foglalkozik ezzel, ha téged egyáltalán nem érdekel? Mert nem is miattam csinálja, hanem azért, mert általam akar érvényesülni. Azt akarja, hogy én legyek a királynő, ha már ő nem lesz soha király. Értem. Személy szerint azt hiszem, hogy elkapta a kapuzárás előtti pánik. Az én apámat 40 évesen kapta el. Belövette a fülét. Ez súlyos. Pécs! Nem arról beszéltem. Jó reggelt. Jó reggelt. Mind nevettek. Semmi, nem. Csak reggeliztünk, és mondtam valamit a vajról, és azt hitte bajt mondtam, és nehéz elmagyarázni. Á, minden világos. Tényleg vicces volt. Lassan, indulhatnánk. Jó, igen. Most egy kicsit magadra hagylak, jó? Miért? Elmentek valahová? Kirsten megmutatja nekem a kedvenc helyeit Kopenhágában. Vásárolni mentek. Szia, Edward. Azért hagyjatok valamit a kincstárban. Látod, milyen. Nézd oda. Most meg oda. Hát az a királyság jövője. Jaj, de édes vagy. Szia, de csinosan ruhád. Jó, de édes vagy, édes kicsi kocka. Vajon miért ilyen nyűgös? Szerintem csak rossz napja van. Nem tudod, hogy késztem, meddig marad? Nem tudom. Remélem, lesz végre egy kis mozgás. Ez a romantikus cécó már baromi uncsi. Azt akarom, hogy az ország legjobb jogászai kizárólag ezen dolgozzanak. Biztosak vagyunk abban, hogy egy héten belül megoldjuk az ügyet. Helyes. A dolgot gyorsan el kell rendezni, és csöndesen. A fiunk esküvőre készül. Szia, Paige! Szia! A könyvtárba készülsz? Igen. És te hová? Én bemegyek a városba, akadt egy kis dolgom, de később az étteremben találkozunk. Jó. Ja. Jaj, visszajössz még előtte átöltözni? Azt hiszem nem. Nem olyan helyre megyünk. Jó mulatást! Kösz, neked is! Azt hittem, hogy nem kell kiöltözni. Ugyan semmi baj, ne aggódj. Itt a galampár. Paige! Hogy lehet, hogy te egy pólóban is ilyen istenien nézel ki? Kirsten, átöltöztél? Igen, muszáj volt. Az óvárosban találkoztam egy édes sráccal, aki rám öntötte a teljes kávéját. Na, a többi léhűtő odafent üldögél, csatlakozunk? Hölgyeim? Szia! Szia! Hello! Szia! Szia! Hello! Te utáltos, ez jellemző rád.
besúrransz Dániába, és a lapok meg se írják. Úgy vagy, drágám, de rég láttalak. Remekül nézel ki. Hát ez a lényeg, nem? De komolyan, Kirsten, mi ez a hírzárlat? Szia, Paige! Edward, az idén muszáj lesz kiállod ellenem. Nem, Vlad, nincs időm pólózni. Vagyis nincs időd élni? Halló, igen? Elnézést, ez fontos. Oké. Paige, rendeljünk neked egy sört? Inkább bort iszom. Gyakorlat teszi a mestert. Nos, Carmilla, mesélned kell. Együtt vagy még azzal a... ahogy is hittek? A görög herceget? Nem a görög istent, nem. A normit. Ja, a pultos fiú. Jaj, de hogy csak egy kis kaland volt. Emlékszem, a szülei teljesen ki voltak borulva. Én is jártam egy normival, mielőtt Vladdal így egymásra találtunk. Te rossz életű. Ezt nem is tudtam. Szóval ti mindketten jártatok Normi nevű sráccal? Nem, erről van szó. A Normi csak becenév. Oh. A közrendűekre, mint normális hétköznapi ember. Jaj, bocs. Nem így akartam mondani. Jaj, de hülyék vagyunk. Paige, nagyon sajnálom, de ne hidd ezt, hogy sznobok vagyunk. Gabi csak kulturális szempontból mondta, tudod, hogy két külön világban élünk, és ez néha komoly gondokat okoz. De ez rád és Edwardra nem vonatkozik, hiszen a szülei imádnak, Dánia imád, és persze mi is. Edward, végre! Üdítsük poharunkat az új királynőkre. Éljen! Ígyünk Paige-re! Egészségedre! Kösz! Miről volt szó? Szabad. Ne, egy pillanat. Kombak in. Nagyon jó. Gondoltam, elmegyünk vásárolni, de látom tanulsz, úgyhogy... Próbálok. Ugyan, ez egy nehéz nyelv, ne add föl. Úgy érzem, hogy sokkal többet megértek, mint amennyit mondani tudok. Ez szamárság. Nem veled van a baj, hanem a tananyaggal. Ez... Higgy nekem, én hét nyelven beszélek. Nyelvet tanulni csak úgy lehet, ha állandóan használod. Hidd el, többet tanultam franciául Saint-Tropez-ban 5 hónap alatt, mint 5 év alatt az iskolában. És mit tanultál még Saint-Tropez-ban? Kíváncsi vagy mi? Komolyan mondom, segítek. Csak dánul kell beszélgetnünk. Hát, rövid beszélgetés lesz. Kedves Paige, hogy haladsz a dán nyelvterén? Hát kitűnően halad. Egy kicsit foglalkoztam vele. Ez nagyon kedves tőled, Kirsten. Igen, Paige mindent megtesz, hogy megtanuljon dánul. Nos, Paige, mesélj valami érdekeset. Jól van, lássuk csak. Droning er erlüder. Honke gadli et vozé mednüssen. Akti szeppa blobster. Nos, nem könnyű megtanulni egy nyelvet. Azt javaslom, a desszertet a szalomban fogyasszuk el. Kitűnő ötlet. Valami rosszat csináltam? Hát, nos, szamárnak nevezted anyámat. Hogy? Méghozzá zöld szamárnak. Nem, én azt mondtam, hogy minden zöldnek barátja, és hogy az intésére virágok nyílnak, tudod, az orhideái miatt. Azt sem tudom, hogy mi dánul a szamár. De tudod, hidd el. De egyet sem búsulj, remek a kiejtésed. Jó reggelt, Kopenhága! Ébredjenek Amerika legújabb slágerére. A Drop legfrissebb felvételét hallják. Ébresztő! Jó, és imádom! Kár, hogy nem tudok táncolni. De hoztam neked egy kis meglepetést. Egy apróság. Na hát... Jaj, ezt próbáltam fel abban a szép boltban. Láttam, hogy mennyire tetszett, és megvettem neked. Felvesztem az ajándékbontásra. Na, hát ez remek ötlet.
Köszönöm, Kirsten. Hú, kedves tőled. Nagyon szívesen. Végre, itt a díszvendégünk. Birgitta, gyönyörű itt minden. Gyönyörű helyszín a gyönyörű menyasszonynak. Kedves öntől, hogy vendégül lát minket. Ugyan, de úgy. Paige ön csodálatosan néz ki. Micsoda remek ruha. Köszönöm. Paige, valami baj van? Nem, biztos megcsípett valami. Jöjjön. Gyönyörűek a szobrai. Köszönöm. Két Bernini 17. század a Sotheby's árverésen vettük, ugye bűbájosak? Valóban. Te nem viszkedsz? Te igen? Aha. Nem. Gondoltam, valami van a levegőben. Jó napot, hölgyeim! Edward a legjobbkor. Paige most bontja ki az ajándékokat. Akkor majd inkább visszajövök holnap. Akkor lássuk ezt a csomagot. A feladó Vivian. Paige. Bocs. Oké. Hú. Szép. Paige, mondd csak, mi bajod van? Nem tudom, csak nagyon viszket. Nos, azt én akarom kibontani. Lássuk, van itt egy kártya. Paige, itt egy kártya. Oh. Paige és Edward, az életük... Legyen csupa öröm, fény és boldogság. Szeretettel, Gréte. Köszönjük, Gréte. Köszönjük. Nos, lássuk, mi van ebben. Ó, egy fogó. Nézd, Paige. Na hát... Épp tegnap... Tegnap beszéltünk arról, hogy a fogó milyen hasznos hordó. Igen. Nyissunk ki még egyet. Mondjuk azt. Ó, jó, nehéz. Nézz ide! Ó! Én annyira sajnálom. Bocsánat. 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 Igen. Azt hiszem, a fogó meghatotta. Paige! Mi a csuda volt ez? Mondd, jól vagy? Igen, 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 de nem tudom. Csak iszonyú kínos, mintha hangyák mászkálnának rajta mindenhol. Jól van, lehet, hogy ez valami allergia, nyugodj meg. Paige, valami baj van? Tudok valamiben segíteni? Nem, eleget segítettél, Kirsten. De... Paige, várj! Azt mondod, hogy Kirstennek köze volt hozzá. Nekem csak az a gyanús, hogy minél kedvesebb hozzám, annál furább dolgok történnek. Nézd. Neked most sok mindennel meg kell birkóznod. Itt van Kirsten és a pereputja nálunk, és Albert, aki nem túl barátságos, meg a tanulás is. De szerintem összekevered az apát és a lányát, és kezdesz egy kisé paranoiás lenni. Ismerem Kirsten, soha nem tenne olyasmit, amivel most vádoltad meg. Kérlek, békülj ki vele. Beszéljétek meg a dolgot. Kérlek. Kérlek szépen. Köszönöm. Thank you.
Kirsten? Kirsten? Urusi oldjanta. Hát itt vagy. Mindenhol kerestelek. Na hát, Kirsten, a frászt hozod rám. Paige, mit keresel a szobámban? Nos, én azért jöttem, hogy elnézést kérjek. De ezt találtam. Majdnem átvertél. Nem értem, hogy miről beszélsz. Ne mondd már, Kirsten, tudom, hogy ez mi. Az urusi oldjanta a borostyánban található, és allergiás reakciót okoz a bőrön. Én itt csak vendég vagyok. Biztos itt felejtette valaki, aki előttem a szobában lakott. Értem. Szóval a szegény Windsori herceg azóta is keresi a fürdés utáni viszkető porát. Ha? Megnéztetem? Sejtettem, hogy ez a por beválik, de nem is reméltem, hogy ilyen pompás hatása lesz. Tudod, az a Bernini szobor a tortában. Paige, ez minden pénzt megért. El sem hiszem, hogy kezdetben még irigyeltelek. Ó, ne aggódj, természetes, hogy irigyelsz. Tudod, rendes lány vagy, Paige, de őszintén szólva nem vagy velem egy súlycsoportban. Ez nem a te hibád. Belecsöppentél egy mesébe. Úgy megértelek. Csak az a baj, hogy Eddie nem vehet el egy olyan lányt, aki az istállóból bújt elő. Edward egy hét múlva feleségül vesz engem. Miért nem adott fel, ha már elvesztetted a játszmát? Itt nincs játszma, kicsim. Csak arisztokraták és normik. És attól tartok, hogy nem illenek össze. Akármennyire is próbálnak igyekezni. Edward tudja, hogy ez a véleményed? Lehet, hogy egy kissé meglepőd. Ó, csak nyugodtan. Azt mondasz neki, amit csak akarsz. Kérlek, ne kímélj. Eddivel ősidők óta ismerjük egymást. Csúnya helyzet lesz, ha az én szavam áll a téddel szemben. Úgyhogy parancsolj. Ásd maga csak még mélyebbre. Adj Eddinek még egy okot arra, hogy úgy érezze ostobaság elvennie téged. Halló! Ah. Na? Sikerült dűlőre jutni? Hát persze. Csak egy kis félreértés volt. Jó. Az hiányozna még csak, hogy a legrégibb kedves barátom és a mennyasszonyom rosszban legyenek egymással. Odalent leszek. El akartam mondani Eddie-nek, de nem tehettem. Annyira megkönnyebbült, hogy elvonult a vihar. Na és attól félsz, hogy csalódást okozol neki? Félek, nem, dehogy. Csak mi hasznom lenne belőle? Ettől a törvény még létezik. Nem segít megtalálni a kibúvót, csak Eddie-nek okoznék gondot. Ezzel egyedül kell megbirkóznom. Mégis hogyan képzeled? Mm-hmm.
te csak ne félts engem. A heringkereskedelem története. Uraim, ha szabadna a figyelmüket, Edward király! Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm a megtisztelő felkérést, és különösen hálás vagyok a Koppenhágai Történeti Társaságnak fáradhatatlan munkájukért. Ez a hajó hosszú évtizedekig szolgálta büszkén országunk főiparágát, és nagy-nagy örömömre szolgál, hogy ma megkezdődhetett a felújítási munka a Klupea királyon. Ez a diplomata mosoly. Sajnálom, hogy Edward nem maradhatott Mr. Christianson. Ó, teljesen érthető. Köszönöm, hogy apám és én is részt vehetünk az ünnepségen. Megtisztelő a jelenlétük, Kirsten hercegnő. Köszönöm. Nagyon tetszik a hajó neve. A Klupea heringet jelent latinul, nem? Igen, azt jelenti Miss Page, és ezt csak kevesen tudják. A múltkor olvastam arról, hogy első Margit királynő hogy harcolt a norvégokkal Skandinávia uralmáért. Hadihajókkal védte a város élelmiszerellátását. Nem kellett volna ennyit fáradnia, ha élvezi a helyi halászok támogatását. Azt hiszem, Kirsten, ebben nincs igazad. A helyi halászok tisztelték őt. Úgy érezték, ő az egyetlen, aki a javukat akarja. Vagy azért, mert igazi uralkodó volt, és a nép tudta, hogy képes vezetni őket. Akárhogy is, királyi parancsban egy hetet adott a norvégoknak, hogy elhagyják Dániát. Valóban így volt. Miss Page, mondhatom, ön figyelemre méltón tájékozott. Valóban a sajátjának érzi a mi országunkat. Nos, lássunk hozzá. Hát persze, fantasztikusan néz ki. Page, számodra különleges lesz ez a nemzeti ínyenség. Nyúlhal kaviár. Ó! Oh. Nyúlhal. Hölgyem, a kaviárt nem ezüst villával, hanem kaviár kanállal érdemes enni. Ha fémmel érintkezik, rossz az íze. Ó, a leendő királynő esete a kaviárral. Ma este is kaviárt teszünk, Page. Ne feledd a villádat. Mindannyian nagy köszönettel tartozunk Pécs leendő királynőnek, aki bőkezően támogatta a ma este megrendezendő jótékonysági koncertet. Kérem, fáradjon ide! Köszönöm, Mrs. Lorenzen. Önök barátaim azért gyűltek itt össze, hogy támogassanak egy ügyet, amely különösen fontos nekem és önöknek is. Az összegyűlt adományokból gyógyszert kaphat az, aki a legszegényebb. És most örömmel mutatom be önöknek olasz vendégünket, Mikhail Elestronit, aki a varázsfúból a néhány részletével fog minket elvarázsolni. Maestro Elestroni! Semmiség. Mama! Nincs önök közt orvos! Mi történt? Hívja már valaki orvos! Gyorsan! Scusa! Az édesanyám! A neve Benta! Hördült egyet és elájult! Történt ilyen korábban? Nem! Ismert betegség? Fertőzés? Asztma? Epilepszia? Benta!
Benta, hall engem? Benta, ébresztő! Hál' Istennek! Egy kicsit elájult, de nincs semmi baj. Hogy érzi magát? Egész jól. Üljön fel, így nem kap levegőt. Úgy tűnik, múló rosszul lét. Igen, megártott az éneklés. Igen. Peach doktor az ügyeletes. Hölgyeim, akkor megvagyunk. Egyet neked. Köszönöm. Egyet köszönöm. Neked. Egyet nekem, köszönöm. Szkól. Szkól. Bocsánat, dolgom van, csak egy perc. Hát, ha játsszák a pillangók is, aztán is én kellhetsz. Vagy elhúzzák, hogy egyszer eljön értem a herceget, és álmodozhatsz tovább. Hölgyeim és uraim! Hölgyeim és uraim, egy kis figyelmet kérek! Felkérem Edward királyt és leendő királynőjét, hogy fáradjanak ide, és kezdjék a snórebokken! Szeretném átadni egy jogot Kirsten hercegnőnek, ő minden bizonnyal jobban járja a snórebokkent, mint én. Jaj, nem, Paige. Nem, kérlek, fogadd el! Kezdhetjük? Nagyon sajnálom. Semmi baj. Semmi baj. Minden rendben. Nagyon fáj. Semmi baj. Jól vagy? Ajaj. Akarod, hogy... Tessék. Jól van? Azt hiszem. Semmi baj. Tovább. Ezt mikor tanultad meg? Ez egy polka, csak cikrázva. Értem. Kész katasztrófa volt! Hogy mer az a kis senkiházi nevetségesé tenni engem? Nos, Kirsten, én hagytalak szórakozni, de elfogyott a türelmem. És a pénz is. Ennek a színjátéknak vége. Látni akartatok? Erről fröcsög minden újság. Ó, egek. Kit választ majd Edward? Hát ez hogy történt? Ezt szeretnénk megtudni. Csak nem hiszitek, hogy én voltam? Miért akarnám magunkra haragítani Dánia népét pár nappal az esküvő előtt? Ez egy rendkívül kényes ügy, és a szavamat adtam. És ahhoz tartom magam. Ideje, hogy a média nyers eszközeit a javunkra használjuk fel. Sajtótájékoztató mikor? Holnap, 14:30. Egytől órán van. Paige, ez most tényleg borzasztóan fontos. Végül is eljöhetek. Biztosan? Igen, csak nem rúgnak ki. Jól van, akkor figyelj, mondjuk 14:00 szorán oda megy érted. Jó lesz így? Mm-hmm. 14:00. Köszönöm. Két antitest összehasonlítás, akkor természetesen nem feledhetjük el, hogy az aminosav szekvenciák nagyban eltérnek. Basszus! Most nézzünk egy rokon problémát. Ez a vértranszfúzióban fellépő toxicitás. Tudom.
aggódj, mindjárt itt lesz. Miért nem megyünk? Azt hiszem, baleset történt. Nem várhatunk tovább. Na végre. Edward király, mit érzett, amikor tudomására jutott a trónöröklési szabály? Nos, csalódást éreztem és megdöbbenést. De szükséges, hogy rugalmasan újraértelmezzük az archaikus szabályokat. Királyi felség, van annak jelentőség, hogy Miss Page nincs most jelen? Nos, ő... Itt vagyok! De kérem... Elnézést kérek. Egyszerre csak egy kérdést kérem. Miss Page kitart a házassági szándéka mellett? Hogyne? A trónöröklés nincs hatással az érzelmeimre. Nem aggasztja, hogy a dán nép vajon hogyan fog az ügyre reagálni? Nos, úgy tapasztaltam, hogy a dánok a világ egyik legjobb lelkű és leghaladóbb gondolkodású népe. Én bízom abban, hogy mellénk állnak és megértenek minket. Edward király lemondana a trónról, hogy elvegye Page-et. Uram, ez felelőtlen kérdés. De felség, ha nem találnak jogi megoldást, feladná a királyságot, hogy nőjül vegye Page Morgant? Én... Uram, én bízom abban, hogy ez nem fog bekövetkezni. Miss Page, kérné a királyt, hogy mondjon le a trónról azért, hogy önt elvegye? Kérem, ez... Az én hazámban nincsenek ilyen különös hagyományok. Azt választjuk társul, aki kedves nekünk. Jól értettem, hogy ön nem Dániát tartja a hazájának? Dánia nem a hazám. Én egész másképp értettem. Kedves Page, van néhány dolog, amit a dánok nagyon komolyan vesznek. A királyság intézménye az egyik. De én szeretem Dániát és a dánokat, és teljesen kiforgatták a szavaimat. A sajtó kiforgatja a szavakat, egy dolog számít nekik, a példányszám. Ezt már tudhatnád. Értem. Nekem a hibridekkel nincs szerencsém, nagyon érzékenyek, nem igaz? Lehet, hogy kevés fényt kaptak, én lámpázom is őket. Ezt kipróbálom. Ezek a phalaenopsisok káprázatosak. Ön igazán ért a virágokhoz. Köszönöm. Kellemes kedvelés. Page! Jaj, már mindenütt kerestelek. Igazából én is kerestelek téged. Szia. Szia. Jól vagy? Igen, persze. A ma estét szeretném megbeszélni. Igen, pontosan ezért kerestelek én is. Nézd, 6-kor van egy találkozóm, és azt gondoltam, hogy utána elmehetnénk vacsorázni, csak mi ketten. Azt akartam kérdezni, hogy nem mehetnénk-e korán, mert tanulnánk a csoporttal, és az késő estig elhúzódhat. Értem, jól van. Tudod, kezdődnek a vizsgák, és... Igen, tudom, 2 hét múlva. Jól van, figyelj, akkor lemondom, és inkább ja, nem, majd... Nem akarom, hogy gond legyen, ez nyilván fontos. Nem, igazad van, rendben. Illetve, ha szeretnéd, én... Nem, semmi baj, semmi baj. Biztos? Igen. Nincs semmi baj. Szia, Page! Kösz, Jake! Na, ezt ne hagyd itt! Köszi! Szükségem lesz rá! Jó ég! Sziasztok! Köszi! Hm.
Na, mi a helyzet? Hát, az immunoglobulinokkal még nem vagyok jóban, de a többit tudom. Nem, én nem a vizsgáról beszélek, Pécs, hanem az újságokról, meg a Kirsten ügyről. Nem tudom, pedig semmit sem szeretnék jobban, mint hozzámenni Edwardhoz, de úgy unom már Kirstent, meg a lapokat. Majd minden elsimul. Ez biztos. Paige, te egy fantasztikus lány vagy, és fantasztikus orvos lesz belőled. És királynének is jó leszek? Igen. Dánia nagyon jól jár veled. Köszönöm, Jake. Hálás vagyok az ámításért. Nem ámítás. Gyere ide. Megvagy. A leendő királynő titka. Azt hittem tanulni mész. Tanultam. Tanultunk. Eddie, ez nevetséges. Tényleg? Nekem ez elég bizalmas helyzetnek tűnik. Jake a barátom. Miután a többiek elmentek, beszélgettünk arról, ami a napokban történt, a nehézségeinkről, és végül megölelt. Ennyi volt. Értem. Mit? Mi van? Semmi. Eddie, kérlek, ugye nem képzeled, hogy mindazok után, ami történt. Belefáradtam, hogy folyton magyarázkodnom kell a buta újságok miatt. Nem kellene magyarázkodnod. Ezt mondom. Nem. Félreértettél. Nem lenne szabad olyan helyzetbe kerülnöd, amely egy kicsit is kompromittáló. Nem viselkedhetsz többé úgy, mint egy... Mint egy mi? Milyen nehézségeid vannak neked? Mint egy mi, Eddie? Mint egy normi? Paige, akár tetszik, akár nem, errefelé mások a szokások. Tudom. És ha a mondani valód vagy a tetteid félreérthetőek bármilyen módon, az nem csak te rád vet rossz fényt. Hanem rád is, igaz? Igaz, nem én mondtam, de igaz rám is. És a családra is, és az egész királyságra. Tudod, hogy én mennyit kockáztatok? Úgy értem, azt hiszed... Azt hiszed, hogy ez nekem könnyű volt? Hogy könnyű volt? Kirstennek igaza van. Miben van igaza? Ugyan már, Eddie. Lehet, hogy nem hordok koronát, de nem vagyok ostoba, és akármit gondolsz rólam, nem vagyok paranoiás. Miről beszélsz? Ha beismered végre, ha nem, Kirsten éket akar verni közénk, amióta csak idejött. És az a vicces, hogy kezdek neki igazat adni. Ő tényleg inkább idevaló, mint én. Nem, Paige, nem, én ezt nem így érzem, én nem szeretem Kirstent. Mert még nem gondoltál rá. De te is érzed, hogy valami nem stimmel. Kirsten érkezése, a törvény, az újságok. Én már nem harcolok tovább. Paige, ne, várj! Paige. Amikor feltették a kérdést, hogy lemondaná-e a trónról, csak annyit mondtál, hogy ez nem lesz szükséges. Mi van, ha mégis? Hajlandó lennél feladni mindazt, amit látsz? Feladni? Ne. És most nagyon szégyellem magam. Paige, figyelj, nem tudod, akarom... Tudod, már elkezdtem hinni a mesékben. Ezt hogy értsem? Bocsáss meg, Eddie. Thank you.
Tessék. Szia. Bejöhetek? Edward, hallotta, mi történt. És nagyon sajnálom. Tudom, milyen nehéz ez most neked. És én is vétkes vagyok benne. Az önvád itt nem segít. Tudom, ne haragudj, nem akartam, hogy sajnálj. Csak rossz érzés. Arra gondoltam, hogy talán esélytelenek voltunk kezdettől. Hát, mi egy egészen más világban élünk. Igen, igaz. Tudod, Edward, régóta ismerjük egymást. Sosem hittem volna, hogy ilyen helyzetbe kerülünk, azt hittem, az apám megőrült. És most mégis itt nálatok elkezdtem kételkedni. Ugyan miben? Edi. Lehet, hogy hiába keresik, nincs kibúvó az ősi törvény alól. Meg kell nősülnöd, mielőtt betöltöd a 23-at, ami 3 nappal az esküvőd után lesz. És a dán törvények szerint egy skandináv hercegnőt kell nőül venned. Lehet, hogy ez nem véletlen. Lehet, hogy a sors egymásnak szánt minket. Te jó ég. Miss Page, ez butaság. Én visszaviszem a palotába. Nem lehet. Miért nem? Azt maga is tudja, Soren. Úgyis csak addig van adok itt, amíg levizsgázom, és aztán hazamegyek. Miss Page, tudja, egykor futballjátékos voltam, illetve labdarúgó. Dánia egyik legjobb junior csapatában. Ha most rám néz, talán el sem hiszi, de jó focista voltam. Országos szinten az egyik legjobb a korosztályomban. Amikor 16 lettem, volt egy bajnoki meccsünk, melyre egész Európából jöttek megfigyelők. Egyszer csak új elvárások és követelmények vettek körül. Akárhogy is, a meccsen fel akartam tűnni a megfigyelőknek, és végül teljesen begörcsöltem. Soha életemben nem játszottam olyan rosszul. Tudja, Miss Page, elfelejtettem, hogy miért is fontos nekem a foci. És miért volt fontos? Mert szerettem játszani. Teljes szívből. Ég önnel, Miss Page. Minden jót. Sajnálom, Edward. Tudom, hogy most nehéz helyzetben vagy. De a királyság fontosabb. Értem, és ezzel mire célzol? Azt akarod, hogy vegyem el Kirstent? Csak értsd meg, hogy néha a nép érdekét kell néznünk, nem a sajátunkat.
Spending all my time wondering if you make me as happy as I say. Wasting all my words on you. Szia, anyu! Jól vagyok. Azért hívlak, hogy elmondjam. Szóval, az esküvőről van szó. Mit gondolsz, visszakapod még a repülőjegy árát, ha visszaviszed? Soren, döntöttem. Talán szándékában áll lassítani? A sebesség segít gondolkodni. Meditálni próbált már? Élesíti az elmét, és ritkán halnak bele. Úgy döntöttem, hogy mégis megnősülök. Elveszi a hercegnőt? Gondolkodtam azon, amit a sorsról mondott, és... talán van benne valami. De uram... Nem érdekel. Király vagyok. Ideje királyként viselkednem. Nem is szereti. Mi? Abból tudom, ahogy ránéz. Ez a diplomata mosoly nem az igazi mosolya. Nézd! Jól van, neked elhiszem. Kell, hogy legyen megoldás. Bár tudnám, hol keressem. Én sejtem. Mi? Hol? A levéltári raktárban vannak ilyesmik. A raktár? A raktár itt van helyben az egyetemen. A jogi karon. Siessék, holnap van az esküvő! Paige, várj! Segítség kell! Figyelj csak, a cimboráim egy kicsit furák, de rajtuk kívül senkit nem érdekelnek ezek a régi cucc. Merre van a raktár? Ide fönt? Az ajtaján állsz. Lent az alaksorban. Milyen messze van? Remélem, nem nagyon. Hűha! Mindjárt ott vagyunk. Jake, hány óra van? Majdnem 8. 14 óránk van, hogy megtaláljuk. És 14 000 könyvet kell átnéznünk.
A szerves kémia ehhez képest semmi. Ne izgulj. Erik majd megmondja, mit keressünk. Leírom a szavakat. Ezen a szép reggelen élőben jelentkezünk a koppenhágai székesegyházból. Mintegy 50 ezer ember fog összegyűlni a környező utcákon egy órakor, hogy láthassa az új királyi párt, Edward királyt és Kirsten hercegnőt. Jake, nem fogjuk megtalálni. Dehogy nem. Még van 2 óránk. Van valami. Nézd. Ne add fel. Hozza elő a kocsimat azonnal. Köszönöm. Edward! Edward! Hová akarsz menni? Nincs választásom. Olyan sok mindent kell elmondanom. Megbántottalak, mert azt mondtam, hogy veled lennem kockázatos. De az az igazság, hogy rájöttem, az életnek nincs értelme kockázat nélkül. Ezért megkockáztattam, hogy azt mondom, hogy elveszem Kirstent. Azt hittem, így nyerünk egy kis nyugalmat, hogy megtaláljuk a jogi kiskaput. Csak hogy sajnálatos módon ez nem sikerült. Eddie, én nem... És ha ez azt jelenti, hogy le kell mondanom a trónról, hát... akkor legyen. Szeretlek, Paige Morgan. Szeretlek, és nem tudok nélküled létezni. Sajnálom, Eddie, de nem mondhatsz le a trónról. És szükséged lesz erre. Megtaláltátok? Igen, a kiskapu. De hogy a csodába? Bridge, imádlak! Várjunk! Indulnunk kell! Indulnunk kell! Köszönöm! Köszönöm! Torren, segítsen nekem! Igen, uram!
Természetesen. Gyerünk, gyerünk, gyerünk most! Nagy az izgalom! Ő felsége Rosalind és Harald most érkeznek a székesegyház elé. Edward király és Kirsten hercegnő esküvőjére. Ön elbűvölően néz ki, Miss Kirsten. Csak egy kissé feszült. Igyon egy teját. Nem kérek. Megnyugodna tőle. Nyugodt vagyok. Egy kort. Nem! Nézd, de mit csinált! Szörnyen röstellem magam. Engedje meg, hogy letörölgessem egy kicsit. Ettől csak rosszabb lesz, hagyjam békén! Most mit áldogálnak? Segítsenek! Szóval fel kell mondanod a teljes dán alkotmányt. Nem kell megtanulnom, elég felolvasni. Az országgyűlés előtt dánul. Ajaj. Tessék. Kezdhet szótározni. Mi az? Ne tartson fel, Sora. Elnézést, uram. Miss Kirsten azt kérte, ne zavarják. Valami baj van? Nem, kitűnően van, csak vágyott egy perc magányra. Tudja, az ifjú hölgyek egy ilyen fontos napon... Sőt, arra kérte önt, hogy a székesegyháznál várja. Meglepetést akar szerezni. Talál néhány szendvicset a limuzinban. Mondja meg neki, hogy igyekezzen. Hát ez lehetetlen. Nem lesz baj, sikerülni fog. Ajaj. Hölgyeim és uraim, ez valami új fejlemény. Ez Paige Morgan. Paige Morgan a székesegyházban. Anyám. Soren már tájékoztatott. Köszönöm. Gyere, kedves Paige, pontosan 10 perced van, hogy királynővé változz. Jól van, kifelé. Hagyjuk magára a hercegnőt. Várjanak! Nekem is indulnom kell! Igen, Miss Kirsten. Egy perc türelmét kérem. Karl! Az istállóban valami gond van. Sürgősen hivatják magát. Csak siessen vissza. Igen, uram. Neked Kirsten hercegnő. Zorent! Hol a lányom? És a többi családtag? Azonnal megérkezik, uram. Mindjárt, de hiszen... Ó, jaj.
Mi az? A, valami maszat. Itt a vállán hátul, uram. Talán kenőmájas. Kenőmájas? Ne dörzsölje, uram. Ajánlhatom a mosdót? Egy kis vízzel biztosan kijön. De szóljon, amint a hercegnő megérkezik. Igen, uram. Minden rendben? Igen, uram. Hölgyeim és uraim, egy kis figyelmet kérek! Egy kicsit megváltozott a helyzet. Ezt nem teheted! Mit keres itt ez a nő? Amint mondtam, a helyzet megváltozott. A törvény szerint? A törvény? A törvény. Ez itt az első dán alkotmány, mely kelt Vordingborgban 1282-ben, tehát 41 évvel a jütlandi kódex után íródott, felülírva annak rendelkezéseit. Ki mondja, hogy amennyiben a trónra lépő közrendű személy tanúságát adja annak, hogy ismeri a dán alkotmányt, dán nyelven, az országgyűlés előtt, az öröklési törvény nem érvényes. És mivel minden képviselő megjelent az esküvőre, itt a legjobb alkalom, hogy Paige ezt végrehajtsa. No! Dené, Gronlav, Géle, Föhr, Hillé, de Dansker Ré. Az alkotmány érvényes a dán királyság teljes területén. Regerings form... Ringers... Folytasd, jó lesz. Rege Ings form a uns scribe gut monarchy. A kormányzás formája pedig az alkotmányos monarchia. Hová lettek a kocsik? Miért nem válaszolnak nekem? König Noos Matten Tilmin A. Erden Grund Love. Ha a törvényt a király elfogadja, az elválaszthatatlan részévé válik az alkotmánynak. Szép volt. Kezdődjön hát a szertartás! Gyerünk! Gyé! A királynőd vagyok! Lódulj már, ha mondom! Anyu! Apu! Mire vár? Miért nem jön Paige? Megérkeztek. Hogy? Valami Florent telefonált. Jaj, drágám, olyan gyönyörű vagy. Paige!
szülőről gyermekre, családról családra, 5000 éven át, főrendi főről csak főrendi főre szállt a korona. De a mai szertartás új korszak kezdetét jelöli a királyság történetében. Az utatok rögös volt és kétségektől sötét. De a bátorság örömöt szült, és a királyunk választottját a nemzet elfogadta. Megesküszöl-e, Edward király, hogy Pécs királynőt teljes szívedből és örökké szeretni fogod, míg a halál el nem választ? Igen. Megesküszöl-e, Pécs királynő, hogy Edward királyt teljes szívedből és örökké szeretni fogod, míg a halál el nem választ? Igen. Akkor Isten és Dánia színe előtt legyetek ezentúl férj és feleség, király és királynő. Pecsételjétek meg eskütöket egy csókkal. Megállni! Megállni! Ez az én esküvöm! Ezen ön nem lehet királynő! Ne, Kirsten! Csak nézzetek rá! Kirsten! Ez téled is! Kirsten! 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 Szeretlek, Edward! Szeretlek! De hogy jól legyen más? Mégiscsak jól. Ez nem tündérmese, de van olyan szín. Magyar hangok. Vicián Ottó, Kisvirág, Solecki Janka, Spilák Klára, Rosta Sándor, Lakló Taladár, Forgács Gábor, Kisfalusi Lehel, Vári Attila, Hágen Imre. Magyar szöveg Pári Judit. Hangmérnök Nikodém Norbert. Vágó Darók Attila. Gyártásvezető Németh Tamás. Szinkronrendező Nikodém Gerda. A szinkron az SPI International megbízásából a Film Sound stúdióban készült 2007-ben. Az 5.1-es hangot készítette Nikodém Norbert. All we really wanna do is just get it right.